Tessék. Gömöri népszokások, húsvét, virágvasárnap. Gömör egész területén a húsvéti ünnepek megünneplését a virágvasárnappal kezdték meg, a barka szenteléssel. Római katolikus falvakban minden családban volt szentelt barka, amelyet megszentelés után egy szent kép mellé helyeztek. A hiedelem szerint a szentelt barkával meg lehetett csendesíteni a vihart. Ha hirtelen vihar kerekedne, a barkáról néhány szemet be kell dobni a tűzbe, és akkor hamar lecsendesedik. Gömör almágyon ilyenkor szentelt gyertyát gyújtanak, és annak a lángjára raknak egy szem barkát. A megszentelt barkából egy-egy szemet le is nyeltek, hogy torokfájósak ne legyenek. Az ünnep délutánján kimentek a temetőbe, és hozzátartozóik sírjára egy-egy szentelt barkát szúrtak le. Nagypéntek. Vecseklőn, nagypéntek hajnalban.